A borlóalkendek, ezen belül a mi dolgunknak is a fő célkifűzése, a magyar borok és a kultúrák borfogyasztás népszerűsítése. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az idei borbált és díjátadó gálát Dinnyés Ferenc, a Noéhegyi Szent István borlovagrend nagymestere. Az estén adták át a 2024-es év zászlós borának járó díjat. Most is 24 borból választottuk ki a zászlós bort. Január végén volt a zászlós bor versenyünk, ilyenkor egy szakértőbizottság minden tételt megvizsgál alaposan, tehát a borrendtől független bizottság, és ők döntik el, hogy melyik bor milyen pontszámot kap. Az elnökség pedig a pontszám alapján kiválasztja, hogy melyik évben, vagy ebben az évben melyik legyen a zászlósbor. Annyit kell tudni, hogy a zászlósborunk az csak fehérbor lehet. A zászlósbor feladata, hogy a Noéhegyi Szent István borlovagrendet egész évben képviselje a rendezvényeken, ezen felül pedig a városbora címet is viseli az adott bor egy éven keresztül. Az önkormányzat a testvérvárosi kapcsolataiban népszerűsíti ezt a borrend zászlósborát, tehát nemzetközi kapcsolatokban ajándékozási céllal az önkormányzat is használni fogja majd. A 2024-es zászlósbor díjat az Agárdi Csóbor pincészet Irsai Olivér 2023-as bora nyerte el idén. A pincészet ez évben már 8. alkalommal vehette át az elismerést. 2023-as Irsai Olivérjüket pedig nem csak Fehérváron díjazták. Ez az Irsai Olivér ugye egy olyan szőlőfajta, ami nagyon-nagyon illatos, úgyhogy próbáltuk kihozni ebből a legtöbbet, áztattuk egy pár óra hosszát, hogy minél illatosabb, gyümölcsösebb legyen, de tudtam, hogy jó ez az Irsai, de hogy ennyire jól sikerült, most már tényleg a második díjat veszem át ma velem, mert ma éppen a Sajt és Újbor Fesztiválnak a top 20-ba került be az Irsai, annak a díját vettem át, utána gyorsan pedig jöttem ide. És itt is átvesztük. A díjat jelképező vándorkupát Kocor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke adta át a csóborpincészet képviselőinek, hangsúlyozva a magyar borok kiválóságát. Nem illik azt mondani, hogy különbek vagyunk, mint más, de verjük bele a fejünkbe, véssük bele nagyon mélyen, hogy igenis vagyunk olyanok, mint bárki más a világban. Nincs mit szégyelnünk. Ha elvisszük egy nemzetközi borversenyre a borainkat, mindig ragyogó helyezéseket érnek el. Sokkal több öntudatra van szükségünk, mint amelyet kimutatunk a társadalmunk felé. A zászlósbor mellett évről évre kísérőbort is választanak, mert a 2024-es évben a Lichpincészet 2018-as Cabernet Sauvignonja érdemelt ki.